Egy matematikai képlettel szeretném kezdeni. Na jó, nem matematikai, de egy képlet. Egy egyszerű és rövid képlet az életről. Mondhatnám azt is, hogy az élet képlete lesz. Az egyik oldalon, az egyenlet egyik oldalán van három tényező, három olyan igazság, ami igaz az életünkkel kapcsolatosan. A másik oldalon, az egyenlőségjelnek a túloldalán pedig kell lenni egy eredménynek. Az első dolog, hogy egy csodálatos, teremtett világ vesz körül bennünket. Ez adott. Egyetértetek? Így van? Itt van ez a naprendszer, itt van ez a gyönyörű, élhető bolygó, úgy tűnik az egyetlen az univerzumban, ami élhető lenne. Víz, levegő, oxigén, napfény, csodálatos növényvilág, állatvilág, bioszféra, ami alkalmas arra, hogy benne éljünk, ezen felül pedig alkalmas arra is, hogy gyönyörködjünk benne. Gyönyörködtél már ebben a teremtett világban? Igaz, hogy egy nagyszerű világban élünk? Különösen itt Veszprémben és a környékén. Itt a Balaton, leugrunk, bevetjük magunkat a habok közé, itt van a Bakony, felugrunk, és bevetjük magunkat a fák közé. És egy nagyon gyönyörű, élvezhető otthon az, amiben lehetünk. Ehhez hozzáadódik, plusz a második tényező, az emberi élet, amely ugyancsak rengeteg szép és jó lehetőséget rejteget magában. Megszületik az emberi élet, felcseperedik, felnő, éretté válik, kibontakozik, és aztán eljut egy olyan helyzetbe, amikor élhet. Kiélheti a kreativitását a munkahelyen, vagy otthon, vagy bárhol. Örömös tevékenységeket folytathat. Olyan dolgokat, amelyek tényleg örömet szereznek számunkra. Aztán az élet magában rejti a kapcsolatoknak a lehetőségét, a barátságot, a szerelmet, a házasságot, a gyermeknemzést, gyermeknevelést. Rengeteg szép és nagyszerű lehetőséget rejt magában az élet. Aztán van egy harmadik tényező is az egyenletnek ezen az oldalán, ez pedig a mi boldogságvágyunk. Mindannyian olyan emberek vagyunk, úgy születtünk, hogy szeretnénk boldogok lenni. Egyetértetek velem? Kultúrától függetlenül, bőrszintől függetlenül, földrajzi helytől függetlenül, minden ember, amikor ráeszmél az életre, akkor megfogalmazódik benne az az igény, hogy ő szeretne boldog lenni. Nos, itt van ez a három tényező. Egy gyönyörű világ, amely körülvesz bennünket, az életnek a lehetősége, ami sok jót rejteget magában, és ami boldogság vágyunk, hogy mindenből a lehető legpozitívabbat akarjuk kihozni, és akkor jön az egyenlőségjel, aminek a túloldalán logikusan a következőnek kell állnia. Egy nagyszerű élet. Egyénileg is, meg az emberiség szintjén is. Így van? Ez kellene, hogy következzen belőle. Van egy gyönyörű világ, az élet egy csomó lehetőséget rejt magába, mi mind boldogságra vágyunk, mi kell még? Akkor csak az lehet az egyenletnek a másik oldalán, hogy egy nagyszerű életet élünk egyénileg is, és összemberiség szintjén is. Így van? Így élünk? Ez van az egyenlőségjelnek a másik oldalán? Nem ez van. Egyáltalán nem ez van. Az egyenlőségjel másik oldalán sokszor úgy tűnik, hogy egy nagy káosz van. Egyéni szinten nagyon sok ember szenved a lelkében. Vannak, akikről ez teljesen nyilvánvaló. Az egész külvilág tudja. Összeomlik az életük. Mások csak a színfalak mögött szenvednek, és csak a színfalak mögött omlik össze az életük. De egyáltalán nem erről szól az emberek élete legtöbbnyire, hanem az űrzavarról, a káoszról, az összeomlásról. Az emberiség szintjén ugyanez a helyzet. Az emberiség történelme nyomorúsággal van tele. Háborúk, kegyetlenségek, vérengzések évszázadról évszázadra egészen a mai napig. Környezetszennyezés, pusztuló föld, klímakatasztrófa, betegségek, járványok, természeti csapások, társadalmi feszültségek. Egy ilyen világban élünk benne. Hogy lehet ez? Hol van a hiba? Mi az, ami elromlott? Hogy lehet az, hogy egy
gyönyörű teremtett világgal körülvéve, az élet lehetőségeivel ellátva, és boldogságra vágyva, mégis ez jön ki belőle. Mondhatnád azt, hogy hát azért, mert van a rossz. Csupa nagybetűvel, a rossz, ami ezt az egészet megrontja. Igazad van, valóban ott van a rossz. A kérdés az, hogy mi ez a rossz, és honnan van? Mi az, ami tönkreteszi ezt a dolgot? Miért nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy alakulhatnának, és ahogy mi is szeretnénk, hogy alakuljon? Nos, ezen a mai napon, ebben a mai üzenetben én erről a rosszról szeretnék beszélni. És azt szeretném bemutatni nektek Isten igéje alapján, ami az egyenletből kimaradt. Hogy melyik az a tényező, ami lehet, hogy sokak számára ismeretlen, de most szeretném, hogy ismerté váljon, ami ezt az egészet megrontja. Négy dolgot szeretnék elmondani, ami a jelenleg kialakult helyzethez vezetett. Az első, ami teljesen rendben van még, hogy a világot Isten teremtette. A Biblia legelső mondata, ami a Mózes első könyve első fejezet első versében olvasható, így szól. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Szóval ez a világ nem magától lett. Nem valami ok nélküli és cél nélküli véletlen folyamánya, hanem van egy hatalmas, örökkévaló, intelligens, személyes szellemi lény, aki ezt az egészet létrehozta. A második dolog, hogy Isten a világot jónak teremtette. Amikor szintén a Mózes első könyvének ott az elején olvasunk a teremtésről, akkor a hatodik nap lezártáról, amikor Isten befejezte az ő teremtő munkáját, a következőt írja a Biblia. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, hatodik nap. Tudjuk, hogy a hetedik nap is ott volt a ciklusban, de akkor az Úr nem ért rá már teremteni, mert Isten tiszteletre kellett mennie. Tudta, hogy 9-kor is van egy, meg 11-kor is, és ő szeretett volna mind a kettőn ott lenni, úgyhogy gyorsan befejezte az egész teremtő munkáját már a hatodik nap estéjére. És amikor ránézett az ő teremtő munkájára, beleértve az embert is, akkor azt mondta, hogy ez jó. Ráadásul még azt is hozzátette, hogy ez igen jó. A múlt héten a feleségem főzött egy fantasztikus lazanyét. Hát az a lazanya nem jó volt, hanem igen jó volt. Azon gondolkodtam, késő este értem haza, már mindenki aludt, és ott láttam a tepsibe a maradványait, és úgy megkóstoltam, és teljesen elképedtem rajta, olyan füstölt íze volt. Mondták neki, hogy mondták utána, hogy igazából tele volt füsttel az egész konyha, de ez hasznára vált a lazányének, mert olyan fantasztikus, mint hogyha szabad tűzön készült volna. Én ott mászkáltam a nappaliba, és áldottam az urat meg a feleségemet, és azon gondolkodtam, hogy hogy lehet ilyen lazányét készíteni. Ez egyszerűen elképesztő. Ettél már életedben jó lazányét? Igen. Ki az, aki evett már? Nem ettetek. Mert ebből nem ettetek. De szeretném elmondani, hogy nem is fogtok soha jó lazányét enni, mert ez elfogyott. Ami ezután következik, az már mind csak gyenge utánzat lesz. Ez valami fantasztikus volt. Szóval azt mondja a Biblia, hogy amikor Isten megteremtette ezt a világot, benne az embert, akkor azt mondta, hogy ez jó, mégpedig igen jó. Amit Isten létrehozott, az minden jó volt. Jó volt a naprendszer, jó volt a bolygó, jó volt az élővilág, jó volt az ember, jó volt az emberi élet, és jó volt az emberi életnek minden egyes vonatkozása. Amikor a teremtés történetében olvasunk az ember megteremtéséről, akkor ebből világosan megláthatjuk, hogy Istennek milyen terve volt az emberre nézve. A Mózes első könyve első fejezet 27.-28. versében olvasható ez. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hódítsátok meg, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Aztán, amikor
a második fejezethez érkezünk, akkor részletesebben is ír a Biblia arról, hogy hogyan is alkotta meg Isten az embert a földnek a porából, és ott azt írja, hogy ültetett az Úristen egy kertet Édenben keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a termőföldön mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és négy ágra szakadt. Tehát Isten külön létrehozott egy kertet, amiben az embert belehelyezte. Mi is volt ennek a kertnek a neve? Az, hogy Éden. Tudjátok-e, mit jelent az a szó, hogy Éden? Azt jelenti, hogy élvezett gyönyörűség. Micsoda neve volt ennek a kertnek? Nem tudom, ki adta neki, valószínűleg Isten. De szerintem az ember is egyetértett vele. Ez egy csodálatos hely volt. Az Éden szó az abból a héber igéből származik, az Ádán szóból, ami pedig azt jelenti, hogy kényelemben, gyönyörűségben élni. Ez volt Istennek az eredeti terve. Ő egy olyan földet teremtett, ő egy olyan életet ajándékozott nekünk, ami a gyönyörűségről, a szépségről, a kényelemről, a teljességről szólt. Azt mondta Isten az embernek ezzel a kerttel kapcsolatosan. Fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Tehát azt mondta neki, hogy műveld és őrizd. Ebben a két részletben, ami most a kivetítőn látható, olvashatjuk, hogy Istennek mi volt a terve, a célja az emberrel, hogy milyen feladatokat adott neki. Nézzük először az első szakaszt. Azt látjuk, hogy Isten azt mondta az embernek, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hódítsátok meg, uralkodjatok az ott lévő minden élő lényen. Tehát Isten az emberi, a földi életet az emberre bízta. Megalkotta, mindent jónak alkotott, majd rábízta az emberre. Ebben a szakaszban öt dolgot láthatunk. Az első, azt mondta Isten, hogy szaporodjatok, azaz legyen gyermeketek, közös gyermeketek. A második, hogy sokasodjatok. Azaz, több gyermeketek legyen, mint kettő. Igaz? Mert hogyha csak kettő van, akkor még nincs sokasodás. Háromtól kezdődik a sokasodás, és attól felfele. Mert hogy itt van a harmadik feladat is, hogy be kell töltenetek az egész földet. El kell terjednie az emberi fajnak az egész föld színén. Azután ott volt a negyedik feladat, amikor Isten azt mondta, hogy hódítsátok meg ezt a földet. Vagyis, hogy vonjátok a befolyásotok alá mindazt, ami ezen a földön történik. Az ötödik dolog pedig az volt, hogy uralkodjatok rajta. Azaz, irányítsátok az élő világnak a sorsát. Azokat a folyamatokat, amelyek ezen a földön játszódnak, azt ti irányítsátok. Vagyis Isten a földi életet az emberre bízta. A felső ige szakaszban, ami az Éden kerttel kapcsolatos, látjuk azt, hogy Istennek mi volt a megbízása az ember személyes környezete irányában. Itt két parancs található, azt mondta Isten az embernek, hogy műveld és őrizd. A művelni az azt jelenti, hogy megmunkálni, foglalkozni vele, törődni vele, termővé tenni, kialakítani, otthonossá tenni, saját arcára, képére szabni. Ez a héber szó, amit az eredetiben van, ez az abad kifejezés, ez nem csak azt jelenti, hogy megmunkálni, megművelni, a második jelentése az, hogy szolgaként dolgozni, valakinek a szolgálatában dolgozni. Ebből származik az ebed kifejezés, ami azt jelenti, hogy szolga. És ebben nagyon nagy bölcsesség van, nagyon nagy üzenete van ennek. Isten nem azt akarta, hogy az ember csak úgy öncélúan, tőle függetlenül munkálja meg ezt a földet és az ő környezetét, hanem azt akarta, hogy őt szolgálva munkálja meg, az ő uralma alatt munkálja meg, mint egy sáfár, egy intéző, aki nem a sajátján munkálkodik, hanem azon, amit megbízásba kapott. Isten azt is mondta a kerttel kapcsolatosan az embernek, hogy őrizd. Azon gondolkodtam el, hogy vajon mitől kellett őriznie? Volt bármi? A sáskáktól? Hát nem jöttek még a sáskák? Vagy a jégesőtől? Nem. Vagy a peronoszpórától? Nem. Akkor mitől? Az aszálytól? A gaztól? Hát akkor még nem nőtt gaz sem. A teremtett világban
Semmi nem volt akkor, ami veszélyt jelenthetett volna a kertre nézve. Isten mégis azt mondta az embernek, hogy őrizd. Miért? Mert Isten mindentudó, és tudta, hogy fog jönni majd valaki, aki meg akarja rontani ezt. Veszély leselkedik a kertre. Veszély leselkedik arra az édenre, amit Isten neki ajándékozott. Az az érdekes, hogy Isten még azt is megmondta, hogy hol fog jönni a veszély. Mert azt mondta, hogy a kert összes fájáról szabadon ehetsz. Mindenről egyetlen egy fa van, amiről nem ehetsz. Azaz, jönni fog valaki, aki támadni fog. Veszély leselkedik a kertre. Őrizd, és azt is megmondom neked, hogy hol kell különösen résen lenned. Annál a fánál. Ha azzal a fával akar valaki valamit, akkor ott állj ellent. Mert ott jön a támadás. Szóval a földi életet Isten az emberre bízta. És azt mondta, hogy legyen olyan, amilyenné te fogod tenni. Mi volt a probléma? Hol jött be a nehézség? Mi az, ami megrontotta ezt az egyenletet? Az, hogy az ember Isten ellen lázadt. Isten létrehozott egy rendet, egy fennálló rendet, abba belehelyezte az embert, az ember pedig ellene szegült ennek a rendnek, és kilépett belőle. És ez rontott meg mindent. Ez a világ, amiben élünk, nem azért olyan, mert Isten ilyenre tervezte, hanem azért olyan, mert mi ilyenné formáltuk. Az emberiség története az édenkerti bűnesettől kezdve a lázadás története. Egy nagy lázadásnak a története. És arról szól, hogy az ember onnantól fogva újra és újra ellene szegül annak az isteni rendnek, amit ő létrehozott, és kilép belőle. És ez nem csak Ádám életében volt így, hanem az azt követő generációk életében is így volt, mind eddig a mai napig. És hogyha a saját életedvel nézve keresed azt az ismeretlen tényezőt, keresed azt a rosszat, keresed annak az okát, hogy miért alakul az életed másként, mint ahogy szeretted volna. Miért van az, hogy van egy gyönyörű teremtett világ? Miért van az, hogy az élet számtalan lehetőséget rejt? Miért van az, hogy boldogságra vágysz, és mégis összeomlik? Ennek az oka és a gyökere az a lázadás, ami ott az édenkertben elkezdődött, és azóta is tart. A földi élet nem olyan, amilyennek Isten tervezte, hanem olyan, amilyenné az ember tette. Gondolj az emberiségre, vagy gondolj a saját életedre. Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa, mondja a mondás, ami valahol ezzel van összhangban. Az Ézsaiás proféta könyvében olvasunk egy részt, amit Isten Ézsaiáson keresztül üzent a lázadó Izraelnek. Azt írja itt a Biblia. Nem az Úr kezere rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűntapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. Senki sem hirdet igazságot, nincs, aki helyesen ítélkeznék. Haszontalanságban bíznak, és hiába valóságot beszélnek, nyomorúságot fogannak, és bajt szülnek. Isten elhívta Ábrahámot, megígérte neki, hogy az utódaiból egy nagy népet fog tenni. Ezzel a néppel, Izrael népével szövetséget kötött. Ők voltak a választott nép. Megkapták az esélyt, a szövetséget, a kijelentést, az ígéreteket, a Kánaánt, és mindent. És mit tettek? Lázadtak. Újra és újra. Mit mond Isten nekik? Azt mondja, figyeljetek ide, nem az a baj, hogy én nem szeretlek titeket. Nem az a probléma, hogy én rosszat terveztem. Nem az a baj, hogy elfogyott a hatalmam és az erőm. Hanem az a probléma, hogy a ti lázadásotok elválaszt benneteket tőlem. Szerintetek ez az egész emberiségre is igaz, vagy csak Izraelre volt igaz? Igaz, hogy az egész emberiségre igaz? Szerinted ez csak az egész emberiségre igaz, vagy az egyéni életünkre is igaz? Bizony igaz. Az emberiség története az egyenlő ennek a nagy lázadásnak a történetével. Erről szeretnék egy néhány dolgot elmondani nektek. Először kezdjük a
az elején, a lázadásnak a kezdetével. Fel fogjuk olvasni a Bibliából az első bűnesetet, ami a Mózes első könyvének a harmadik fejezetében van megírva, az első 19. versben, és csak nagyon röviden megnézzük, hogy mi is történt itt. Azt írja a Biblia. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kertfáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, hogy nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. De hogy haltok meg. Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Azután a folytatás. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, és azért ettem. Folytatódik tovább a történet. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad között. Hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát. Fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettől arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Ez tehát az első bűneset története, ez az a pont, ahol belépett a lázadás ebbe a földi világba. Nem akarom most részletesen elemezni, csak arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ennek a történetnek három jól behatárolható szakasza van. Ezért is bontottam három részre, amikor felolvastuk. Az első szakasz, mondhatnánk, hogy az elbukásról szól. Amikor az ember megtette azt, amiről Isten mondta, hogy ne tegye meg, amikor átlépte azt a rendet, elleneszegült, amit Isten létrehozott. Ez volt az elbukás. De tudjátok, nem az volt a legnagyobb baj, hogy az ember elbukott, hanem az, ami ezután következett. Ugyanis az elbukás után az ember elleneszegült az Istennek. Nem csak elbukott, hanem benne maradt a bűnében. Ugyanis nézzétek az elejét, hogy amikor megtörtént ez a dolog, hogy ettek a fáról, azt írja a Biblia, hogy megnyílt a szemük. Tehát tényleg megtörtént az, amit a kísértő mondott. Egy erkölcsi tudás birtokába jutott az ember, és rájött, hogy rosszat csinált. Voltál már így? Lehet, hogy előre nem gondoltad volna, de mégis, amikor bekövetkezett valami, akkor érezted, hogy ezt nem kellett volna. Ki az, aki volt már így? Ezt nem kellett volna. Na most, nem itt volt a tragédia, hogy ez megtörtént, hanem ami azután következett, abban volt a tragédia, hogy az ember benne maradt ebben a bűnben. Amikor Isten jött a kertbe, hogy találkozzon vele, akkor az ember már nem csak megesett volt, hanem akkor már lázadó is volt. Tudjátok miért? Mert Isten három esélyt is adott az embernek arra, hogy rendezze a kapcsolatát. Jött Isten, ugye az ember elbújt, gondolta, bujócskázunk egyet, egy új játékot fedezett fel azon a napon, és Isten megkérdezte az embert, amikor nem látta, hogy hol vagy?
Gondoljátok, hogy Isten nem tudta, hol van az ember? Ez olyan, amikor mi felnőttek bujócskázunk a kisgyerekeinkkel. És akkor mondjuk mondom neki, hogy Debora, hol vagy? És akkor persze, ha tudom, hogy hol van. Hát izeg, mozog, kacarászik, mindent. Tehát azon, eljátszom, hogy nem tudom. Miért? Hogy élvezze. Isten is tudta, hogy hol van az ember. Akkor miért kérdezte tőle, hogy hol vagy? Hát azért, mert magyar volt, és szeretett volna három lehetőséget adni neki, hogy helyrehozza a bűnét. Arra gondolt, hogy talán az ember előjön, és magától elmondja, hogy mi a probléma. Hogy bocsánatot kér, hogy visszalép ebből a lázadásból, és rendezi a kapcsolatot. De nem történt meg. Akkor Isten azt mondta, na jó, adok még egy esélyt. Amikor az ember nem azt mondta, hogy vétkeztem, hanem azt mondta, hát mesztelen vagyok az a helyzet, és elbújtam ezért. Megkérdezte, és miért vagy mesztelen? Csak nem ettél arról a fáról, amiről azt mondtam, hogy ne egyél. Szinte tálcán kínálta neki, nem? De igen, uram, ettem. Ebből ez kellett volna, hogy következzen. Mit tett az ember? Nem ezt mondta, nem rendezte, nem lépett ki a lázadásából, hanem azt mondta, hát az asszony, akit ráadásul te adtál mellém. Hát nem volt nekem olyan jó egyedül, de hát amikor megláttam és megszerettem, szerelem volt első látás, nem gondoltam, hogy ez lesz a vége. És most tessék, ő belevitt, akit te adtál mellém. Nem rendezte. Isten adott egy harmadik esélyt is. Gondolta, talán az asszony okosabb lesz. És akkor hozzáfordult. Ez gyakran így van egyébként. Azt mondja, asszony, hát mit tettél? És az asszony mit csinált? Rendezte? Bocsánatot kért? Kilépett a lázadásból? Nem. Hanem azt mondta, a kígyó. Ő szeret rá engem, és azért szakítottam. Nem az volt a legnagyobb baj, hogy elbukott, hanem az volt a legnagyobb baj, hogy benne maradt és elleneszegült. Ennek óriási tanítása van. Tudod, ez a te életedben is így van. Nem az az igazi baj, amikor elbuksz, hanem az, amikor benne maradsz. Nem az a legnagyobb baj, amikor vétkezel, mert mindenki vétkezik, hanem az a baj, amikor benne maradsz a vétkedbe, amikor csinálod tovább, amikor érzed, hogy ez nem jó, ezt abba kéne hagyni, ebből ki kéne jönni, de mész tovább, és benne vagy. Lehet, hogy tudod, hogy nem kéne lopnod, de mégis lopsz. Lehet, hogy tudod, hogy nem kellene parázna életet élned, de mégis parázna életet élsz. Lehet, hogy tudod, hogy meg kellene bocsátanod, de nem akarsz megbocsátani, mert benne maradsz. Nem az a tragédia, hogy elbukunk, hanem az a tragédia, hogy benne maradunk. És mivel az ember benne maradt, ezért következett a harmadik lépés, ami pedig az ítéletről szólt. És nézzétek meg, nem fogom kielemezni, a lázadás következménye mindenhova kihatott. Mindenki megkapta magáét. Az asszony is, a kígyó is, az ember is, a föld is, és minden. Nem tudsz lázadni soha Isten ellen következmények nélkül. Ha kilépsz a rendből, akkor fel fog borulni a rend. Mi volt a lázadásnak a lényege? Miben állt a lázadás? Mivel Isten teremtett mindent, ezért ő hozta létre azt a rendet is, amelyben a föld és az emberi élet működött. Ennek a rendnek két fő pillére volt, és van ma is. Az első, hogy Isten az Úr, a második, hogy Isten szava a törvény. Ez a két fő pillére volt. Miért Isten az Úr? Mert ő teremtett mindent. Mert ő a legfelsőbb lény. Mert belőle indul ki az élet, és most is ő tart fent mindent. Teljesen evidens, hogy ő az Úr. Azaz, az ő akaratának, az ő főségének kell megnyilvánulnia és érvényesülnie az egész földi életben. Ez az első pillére az isteni rendnek. A másik, hogy Isten szava a törvény. Amit Isten mond, az szerint kell élni, mert az adja a kereteket. Ez így volt az Édenkertben is. Így volt azután is. Így volt a mózesi törvényben is. És a mózesi törvény után is, amikor Jézus Krisztus eljött, azóta is így van. Isten újra és újra, minden üsztörténeti korszakban, talán másként, de kinyilatkoztatja az ő szavát, az ő törvényeit, az ő játékszabályait.
És amikor valaki ebbe a rendbe beilleszkedik, ebbe az isteni rendbe, akkor az azt jelenti, hogy ő elismeri maga fölött Istennek a főségét és uralmát, és azt jelenti, hogy igazodik azokhoz a játékszabályokhoz, amelyeket Isten az ő szaván keresztül törvénybe iktatott. Ma egy olyan korszakban élünk, amikor Jézus Krisztus követése a játékszabály. Isten azt mondta, hogy az én fiamat elküldtem ebbe a világba, aki meghalt a ti bűneitekért, feltámadt a halálból azért, hogy visszatalálhassatok hozzám. Higgyetek ő benne, valljátok meg a bűneiteket, forduljatok vissza hozzám, gyertek ki a lázadásatokból, gyertek vissza az én uralmam alá, és kövessétek őt. Éljetek úgy, ahogy a nő példát adott, ahogy a nő tanított benneteket. A szeretet, az ő szeretete irányítja minden lépteteket. Ez a törvény. Ez Istennek a játékszabálya. Akkor, amikor én az Isten rendjébe beilleszkedek, akkor elismerem az ő uralmát az életem fölött, és az ő kinyilatkoztatott igazsága szerint élem az életemet. A lázadás tehát az, amikor valaki elutasítja Isten uralmát, és elutasítja Isten törvényét. Ez történt. Amikor jött a kísértő, nagyon világosan látható, hogy ezt a két pillért igyekezett alásni. Az első mondata úgy szólt, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Nagyon érdekes, a kísértő nem Isten létét vonta kétségbe, hanem Isten pozícióját. A lázadás nem föltétlen azt jelenti, hogy tagadod Isten létét, hanem azt jelenti, hogy Istenhez nem Istenként viszonyulsz. Tudod, hogy van, talán benne is van a gondolatodban, talán van is kapcsolatod vele valamiféle, de Istenhez nem Istenként viszonyulsz. Nem úgy fogadod előtt, és nem úgy ismered előtt, mint az életed urát. Mint akinek joga van fölötted. Nem úgy viszonyulsz hozzá, mint akit imádsz, akit tisztelsz, akiben bízol, akinek hálát adsz mindenért. A római levél elején, ahol Pál apostol beszél erről, ugye a római levél azért nagyon fantasztikus, mert ezt az egész történetet így összefoglalja, és az elején, ahol a lázadásról van szó, a következőt írja. Ami nem látható Istenből, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Miről itt ír itt a Biblia? Hogy az ember megismerte Istent, tudja, hogy ő van. A probléma mi volt? Nem az, hogy tagadta az ő létét, nem az, hogy nem törődött egyáltalán vele, hanem az, hogy Istenhez nem Istenként viszonyult. Nézzétek csak! Nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként. Sem hálát nem adtak neki. Ez volt a lázadásnak az első problémája. A másik, amikor valaki elutasítja Istennek a törvényét, ahogy az előbb beszéltem róla. A János első levele 3. fejezet 4. verse azt írja, aki bűn cselekszik, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés. Amikor Istennek a rendjét áthágom, akkor megszegem az ő törvényét, és akkor követem el a bűnt. Mi volt a lázadásnak az oka? Hogyha valaki egy gonosz, elnyomó rendszer ellen lázad fel, az érthető. És ilyen lázadások történtek már nagyon sokszor az emberi történelem során. Igaz, a magyar történelemben is vannak ilyen lázadások, ezeket szoktuk forradalmaknak nevezni. És ezek a fajta forradalmak erkölcsileg helytállóak. Hogyha most valaki jönne és mondjuk az észak-koreai diktátor ellen fellázadna, az erkölcsileg egy helytálló lázadás lenne. Mert éppen, hogy a rendet akarja helyreállítani, amit Isten eredendően kialakított. Na de figyeljetek csak, nem furcsa az, amikor valaki egy fennálló jó rendszer ellen lázad. Egy olyan rendszer ellen, ami tiszta, ami igaz, ami szeretettel van tele, amely biztosítja a benne élőknek a teljes körű jólétét. Nem furcsa az, hogy valaki egy ilyen rendszer ellen fellázad, mert hogy az Édenkertben ez történt. Miért lázad fel valaki egy jó rendszer ellen, ha fellázad? Szerintem két oka lehet. Az egyik, hogy ő gonosz. A másik, hogy becsapták. Ádám és Éva nem voltak gonoszak, ártatlanok voltak, tiszták voltak. A második forgatókönyv az, ami bekövetkezett, becsapták. Jött valaki, aki már magában hordozta az Isten elleni lázadást, megkörnyékezte őt, becsapta,
és felbújtotta az Isten ellen való lázadásra. Ez történt az Édenkertben. Ahogy mondtam, nem az volt Ádám és Éva tragédiája, hogy becsapódtak, hanem az, hogy benne maradtak. Van egy nagy különbség Ádám lázadása, meg az azóta élő emberek lázadása között. Ádám és Éva esetében a felbújtó kívülről jött, a mi esetünkben azóta a felbújtó már belülről jön. Mert a Biblia szerint az ember megfertőződött ezzel a sátáni lázadó természettel, és ez a magatartás az ember természetének a részévé vált. Erről ír a Római Levélnek a 7. fejezete. Erről beszélt Viktor is a 2 héttel ezelőtti prédikációjában. Amikor nem azt teszem, amit tudom, hogy kellene, hogy tegyek. Mert ott van bennem egy ilyen rosszra vivő hajlam, egy ösztön, egy ilyen lázadó. Bennem lakik egy lázadó. Tapasztaltad már ezt? Azt érezted, hogy benned lakik egy lázadó. Valahol ott a mélyen. Ezért van az, hogy a pici gyerekek, amikor megszületnek, nagyon hamar tapasztaljuk rajtuk a lázadást. Mi ellen lázadnak? Hát az hatalom ellen, ami fölöttük van, meg a rend ellen, ami bele vannak téve. Így van? És mind a kettőt a szüleik testesítik meg. És nem úgy akarja, és el akarja utasítani. És mi is ilyenek voltunk, amikor picik voltunk, és azóta is ilyenek vagyunk. Mert a felbújtó bennünk van. A lázadásnak következményei vannak. Olvastuk. Mindenre kihatott a lázadás. Figyeljetek, szeretném elmondani nektek, hogy az Isten elleni lázadás az mindenre kihat és mindent tönkretesz. Az emberiség története ma erről szól. Az az állapot, amiben vagyunk, erről szól. Hogyha valami a te személyes életedben összeomlik, vagy összeomlott, az is erről szól. Hogy a lázadásnak a következményeit nem tudjuk elkerülni. Mit látunk az édenkerti leírásban? A lázadás következtében felborult az ember belső harmóniája. Így van? Elbújt, összezavarodott, szégyelte magát. Aztán megromlott az embertársával való kapcsolata. Így volt? Megromlott az Istennel való kapcsolata. A munkája egyszerűen kezdett gyümölcstelenné válni, fáradtságossá válni. A sátán uralmat nyert az élete fölött, és aztán elkezdett minden káoszba fulladni. A mi életünkben is ez ugyanígy van. Szeretném elmondani nektek, hogy Isten jó, Isten szeret. Isten egy Édent tervezett nekünk, és nem szeretném, hogyha mai üzenetből vádlást, vagy kárhoztatást, vagy fenyegetést éreznétek, mert nem erről van szó. Csak egyszerűen az igazságot, a valóságot szeretném bemutatni. Hogy Isten jót tervezett, hogy Isten szeret, Isten egy Édent akart nekünk adni. De mi magunk, amikor kiléptünk ebből a rendből, elleneszegültünk, akkor saját magunknak tettük tönkre a saját életünket. A kérdés az, hogy ezzel továbbra is együtt élünk, vagy pedig egyénileg meghozzuk azt a döntést, hogy kilépünk belőle. A lázadásnak a története az egész emberiségnek a története. Ádám és Éva után lázadt Kain, Kain után lázadt Lámek, Lámek után lázadtak a következő és következő generációk egészen az özönvízig. Azt írja a Biblia, hogy az özönvízre azért került sor, mert az emberiség teljesen megromlott, és megtelt az erőszakossággal a föld. Isten összesen 8 embert talált, de igazából abból is egyet vagy kettőt, akik tovább vihették az életet. Isten látta és azt mondta, hogy ha ez így megy tovább, akkor minden vége lesz. Akkor tönkreteszik magukat, elpusztítják az egészet. Úgyhogy Isten eltörölte az emberi életet a föld színéről, és adott egy új esélyt. De alig telt el 100 év, az özönvíz után megépült a Bábel tornya. Mi volt azzal a baj? Az volt a baj, hogy az ember ott is elleneszegült az Istennek. Isten azt mondta, hogy töltsd be a földet. Ők mit mondtak? Gyűjjünk egy helyre, nehogy szétszéledjünk. Emlékeztek az özönvízre, ami elborított mindent, és azt mondták, na most akkor túljárunk az Isten eszén. Építünk egy akkora tornyot, aminek a teteje az égig fog érni, és ha Isten netántán újra özönvizet akarna hozni, amiről egyébként megmondta, hogy nem fog, tehát tök fölösleges, mindegy, akkor majd felmászunk a tetejére, aztán jöhet az özönvíz. Előttem, utálnom az özönvíz. Én meg túlélem. És Isten azt mondta, ez nem lesz jó. Ha ezek lázadók maradnak, és ebben a globalizációban
egységre találnak, akkor mindennek vége lesz. Ezért Isten összezavarta nyelvüket, és szétszórta őket. Mi történt? Az ember szétszóródott, kialakultak a népek, a nemzetek, a kultúrák, és mindegyik kultúra egy lázadó kultúra. Az Isten ellen lázadó kultúra. Bálványimádással, gonoszsággal, mindenféle rossz dolgokkal tele. Aztán Isten elhívott egy embert, Ábrahámot, azt mondta, jó, özönvíz nem használt, akkor most elhívok egy embert, aki hisz bennem legalább, és ő belőle teszek, csinálok egy népet, és Isten létrehozta, és létrejött Izrael népe, és Izrael népét Isten bevitte Kánaánba, és nekik adta a tejjel és mézzel folyó földet, és azt mondta, én megáldalak benneteket. És mi történt? Ők is lázadtak. Újra, és újra, és újra lázadtak. Aztán azt mondta Isten, oké, akkor most elküldöm az én fiamat. Őt magát. Bejön ebbe a világba, azért őt már biztos meg fogják hallgatni. És akkor eljött Jézus, azt mondja a Biblia János evangéliumában, hogy benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik. És eljött a fiú ebbe a világba, itt élt, mint egy ember, és fény lett, és világított. És mit mond a Biblia? Hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Nem fogadták be őt. Miért? Mert az ember lázadó. Mert egyszerűen ellene törekszik az Isten uralmának és az Isten rendjének. Jézus azt mondta János 3-ban, hogy ha valakinek gonoszak a cselekedetei, nem jön a világosságra. Mert nem akarja, hogy nyilvánvalókká legyenek a cselekedetei, inkább ott marad. Miért marad ott? Mert nem jöhetne ki? De igen, kijöhetne. Miért nem jön ki? Mert nem akar kijönni. Mert jobban szereti a lázadását, mint az Isten világosságát. Tudjátok, ez a mi tragédiánk, és lehet, hogy most magadat is felismered, és hogyha ilyen helyzetben vagy, akkor szeretném is, hogy felismerd magadat. Jézus azért jött el, hogy kihívjon téged a világosságra. Azért jött el, hogy visszahozzon téged a lázadók közül. Hogy újra oda találj az Isten oldalára. Hogy újra elfoglald a helyedet abban a rendben, amit ő létrehozott. Az ő szerető, szent uralma alatt, és az ő szavának a törvényei között. Azért, hogy éden legyen az életed, és ne egy káosz. A kérdés, hogy te mit teszel? Bennmaradsz a lázadók között, vagy kijössz a lázadók közül. Az emberiség története, a lázadás története, és kiterjedt minden emberre. Azt írja a Biblia a római levélben, hogy ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mindenkire átterjedt, és mindenki vétkezett. Ugyanebben a levélben azt írja a Biblia, nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Mi mindannyian lázadók vagyunk. Mindenki lázadónak születik, de nem mindenki marad az. Hadd kérdezzem meg, te már kiléptél a lázadók közül? Te fellázadtál a lázadás ellen? Ha még nem, gyere ki. Ha pedig kijöttél, akkor kötelezd el magad, és erősítsd meg benne. Igen, én az én teremtőm, uram, szerető hatalma alatt fogom élni az életemet. És az ő kijelentett igazsága szerint fogom élni az életemet. És nem leszek lázadó. Háromféle lázadó van. Vannak a nyílt lázadók, vannak a titkos lázadók, és vannak a passzív lázadók. A nyílt lázadók azok, akik fullra, így tutiba ellene mennek Istennek. Talán ismertek ilyen embereket. Róluk ír a második Zsoltár, amikor azt írja, hogy miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek. Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek, együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseinket, tépjük le köteleiket. Nézzétek csak, miről ír itt a Biblia, ez egy profécia. A népek lázadnak. Ki ellen? Kik ellen? Az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Ki az Úr? Az Atya, a Teremtő. Ki a felkentje? A názereti Jézus Krisztus. És mit csinálnak a népek? Összegyülekeznek, és felkelnek, és lázadnak. És mit mondanak? Azt mondják, hogy dobjuk le magunkról a bilincseinket, és tépjük le a köteleiket, az Isten bilincseit dobjuk el, a vallás köteleit dobjuk el. Ez a népek ópiuma. És lázadnak az Isten ellen. Na, ők a nyílt lázadók. Őket nevezi a Biblia csúfolódóknak, vagy gúnyolódóknak. Aztán vannak a passzív lázadók. A passzív lázadók nem ilyenek. Ők nem direkt lázadnak Isten ellen, csak úgy alakul.
Ők igazából nem törődnek Istennel, nem foglalkoznak vele, ők csak élik az életüket, és maguk se veszik észre, hogy törvényszegők. Talán róluk ír Ézsaiás, amikor azt írja, hogy mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. Ugye az a szegény juh az nem egy intelligens állat, ő csak béget, legel, azt megy, amerre jól esik. Sok ember pont ilyen. Csak éli az életét, azt megy, amerre jól esik. És nem is gondolkodik rajta, hogy ő igazából lázad Isten ellen. Figyeljetek, a nyílt lázadók és a passzív lázadók ma nincsenek itt. De van egy harmadik kategória. Ők azok, akik a templomokban, a gyülekezetekben ülnek. Ők a titkos lázadók. Azért titkos lázadók, mert a szavaikkal elismerik Isten uralmát, de a tetteikben mégis engedetlenek. Róluk beszélt Jézus, amikor azt mondta a Lukács evangéliumában, hogy miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek azt, amit mondok? Ezek szerint vannak emberek, akik Jézust uruknak nevezik, de nem azt csinálják, amit mond. Lehet, hogy valamikor megtértél. Lehet, hogy komolyan gondoltad. De ma már nem azt csinálod, amit ő mond. Lehet, hogy visszájkodó vagy. Lehet, hogy irigy vagy. Lehet, hogy önző vagy. Lehet, hogy harácsoló és becstelen vagy. Lehet, hogy házasságtörő és parázna vagy. Jézust a száddal uradnak vallod. De a tetteidben nem azt teszed, amit ő mond. Akkor lázadó vagy? Igen. Csak nem nyílt lázadó, nem passzív lázadó, hanem egy aktív, titkos lázadó. És mivel ez egy nagyon komoly dolog, ezért Jézus külön kitért róla, amikor az utolsó ítéletről beszélt. Azt mondta, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, hát nem a te nevedben tettük ezt és azt. És azt mondja Jézus, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők, sohasem ismertelek benneteket. Szerintem, ha egy ember valóban megismerte Jézust, akkor ő nem fog benne maradni a lázadásában. Lehet, hogy te egy titkos lázadó vagy. Lehet, hogy azért, mert eltávolodtál az Urattól, de ő hív téged vissza. Ne csapd be magad. Gyere vissza. És hagyd, hogy ő tegye az életedet áldottá. Helyezd az életedet az ő uralma alá. És engedelmeskedj az ő kijelentésének. Vizsgáld meg magadat. Lehet, hogy nem is kell nagyon, mert a Szent Szellem kijelenti, hogy mi az, amiben vissza kell térned. Az időm lejárt, remélem a lázadás ideje is lejárt. A lázadás vége. Szeretnék mondani nektek valamit. Szeretnék minden lázadónak mondani valamit, akár nyílt, akár passzív, akár titkos. Vagy te vesz véget a lázadásnak, vagy a lázadás vet véget neked. Viktor beszélt Jónás történetéről az elmúlt két hétben, és nagyon jó dolgokat mondott róla. Engem egy momentum megragadott Jónás történetéből, aminek a szövegét itt láthatjátok, most nem fogom felolvasni. Amikor Jónás engedetlenül nem Ninivébe ment, hanem Tarzisba. És ott volt a hajón. Mondhatnánk úgy is, hogy engedetlenség volt a fedélzeten. Vigyázz, lázadás a fedélzeten. Ugye azt a hajósok még nem tudták, de egy idő után kénytelenek voltak megtapasztalni. Miért? Mert igen nagy viharba került az életük. És érezték, hogy ez a vihar nem olyan, mint amilyen szokott lenni. Ez a vihar egy másfajta vihar. Elmögött a vihar mögött van valami, ami ezt az egészet okozza. Voltál már így az életedbe? Káoszba fullanak a dolgok, összedőlnek a dolgok, nem tudod, hogy mi van. És érzed, hogy ez nem olyan, mint amilyen szokott lenni. És akkor mit csináltak a hajósok? Elkezdték keresni az okát. Miért lehet ez? Rohantak, nem tudom én, a hajóládához, és mondták, talán ez az oka. Fogták, kidobták.
A vihar továbbra is tombolt. Hát akkor nem ez volt az. Akkor lehet, hogy a pótvitorla az. Fogták a pótvitorlát, kidobták a tengerbe. A vihar tovább tombolt. Akkor mit csináltak? Fogtak is már a gabonát is kidobták, és rájöttek, hogy hát a viszki az. A sírba viszki. És gyorsan puf, kidobták a viszkit is. Meg az összes italt. De a vihar továbbra is tombolt. És már semmi nem volt a hajón szinte. És azt mondta, de hát még mindig vihar van, most mi lesz? Akkor azt mondja az Úr, menjetek mélyebbre. És akkor lementek a hajó gyomrába, és ott találtak valakit, aki ott aludt. Felkeltették, és kiderült, hogy maga az engedetlenség, maga a lázadás alszik ott a hajó gyomrába. És aztán meg kellett hozniuk azt a döntést, hogy vagy ők dobják ki a lázadást és az engedetlenséget, vagy a lázadás fog nekik véget vetni. Kedves barátom, mindegy, hogy melyik lázadó kategóriához tartozol, ha oda tartozol. Menj le a hajógyomrába. Nézd meg az életedet. Bármelyik területen. Az emberi kapcsolataidat. A becsületedet. A párkapcsolatodat. A szokásaidat. A hozzáállásodat. Az indítékaidat. A motivációidat. És nézd meg, hogy az Isten uralma alatt van-e, és hogy az ő kijelentett igazságaihoz igazodik-e. Mert ha nem, tudd, hogy véget fog vetni valamilyen módon neked, és a következményei vissza fognak köszönni. Az a jó hír, hogy Isten elküldte az ő fiát ebbe a világba, Jézust, aki azért jött, hogy minket megbékítsen önmagával. Dicsőség neki. Ő érted halt meg. Minden bűnödet jóvá tette. Ha bocsánatot kérsz, kéred, hogy legyen a megváltód, téged is megtisztít, és visszavezet az Isten jelenlétébe. Add fel a lázadásodat, és térj vissza Isten szeretetébe. Ma a nagy lázadásról beszéltem, a jövő vasárnap a nagy békekötésről fogok beszélni. Úgyhogy ha tudsz, gyere el, és addig gondolkodj rajta, hogy van-e valami, amit az életedből ki kell dobni. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Kedves hallgatom! Örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy váljon épülésedre mindaz, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Azért is fogadom köszönettel adományodat, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. Segítőimmel együtt teljes szívemből igyekszem Isten munkáját végezni. Ezért hiszem, hogy szolgálatom támogatásával valóban Isten munkájába vetsz, így te is részesévé válsz annak, és ő meg fogja áldani a vetésedet. Felajánlásodat a képernyőn látható bankszámlaszámra küldheted el. Annyi technikai kérésem lenne, hogy mivel a beérkező összegről számlát vagy nyugtát állítok ki, az utalás közlemény rovatába írd be az e-mail címedet, vagy a levelezési címedet, hogy kapcsolatba léphessek veled. Köszönöm, ha mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.